Így mindenkinek, illetve a kocsmai verekedés üdvözöl ismét mindenkit. Az utolsó az elutazása előtt, pakli gyártós, ó, ez ismerős. Igen, az első körben egy bekerülő lapot húzol, aztán kettőt, aztán hármat, aztán négyet. Anyáznék, hogy az idegesítő, de van egy új szett, amióta ezzel utoljára játszottunk. Van ilyenkor Death Lordos elmebeteg Priest. Ezt pontosan tudom. Milyen egy monás stealth-es? Igen, Worgen Infiltrator. Szóval mi lenne, ha azt csinálnánk? Ez tudom, hogy teljes hülyeség, de érdekel, hogyha azt mondom, hogy Worgen Infiltrator, és Garantált Seal of Champions, Garantált Blessing of Kings, Garantált Blessed Champion. És mi a kettő van egy kettes neve? Lance Carrier. Szóval 2, 4, 7, 11, 22, ezt fel kéne tolni 30-ra. Crazed Alchemist. Nagyon izgalmas. Csak kíváncsiságból. Lehet, hogy ez végig garantált, hogy így legyen. Oké. Organ Lance Carrier, Seal of Champions. Az a baj, hogy akkor így semmit nem csinálok az első öt körben, tehát ezzel ez a gond. És még ha azt mondanám nekem valaki, hogy az ötödik körben garantáltan nyersz, akkor még rendben is lenne. Tudjátok mit? Igazából miért ne legyünk igazi parasztok. Miért csak a Flame Tank Totemla? Ha? Ja, az attack miatt, persze. Szóval... Nem, várja, az Overload miatt nem lesz jó a Totem Golem. Nem is olyan egyszerű egy elmebeteg sámánt csinálni, mint elsőre gondoltam. Nyilván a negyedik körben jön a Flame Wreath. Nem, tudjátok mit? Szóval első kör Tunnel Trog, második körben Totem Golem, Eternal Sentinel, és akkor az ötlet az lenne, hogy hogy megoldjuk, gyerekek. Sámán. Ez lenne a lényeg. Szeretnék egy kicsit paraszt lenni. Fáradt vagyok, este van. És innentől kezdve pedig igazából jöhet már bármi, ami számít. Innentől kezdve gigantikus legendarik. Itt nekünk Neptulon, ha van Dr. Boom, mindig elfelejtem, hogy ő létezik. Már-már hiányzik. Őszintén nem tudom, Nozoth hasznos-e, de ez végső soron mindegy is most a mi esetünkben. Nyolc manás labból nincs elég, úgy érzem.
egy ilyen Discover vicces, de teljesen haszontalan. Adjatok nekem még egy hasznos Legendary-t ide. Annyira csak nem nagy elvárás. Tudjátok, mit Onyx, szia, teljesen jó lesz. Szóval nézzük, hogy a Standard Midrange Shaman mire lesz jó. Igazából ezt mind meg is tarthatjuk, mert megkapjuk majd az 1-2 és a többit. Paladinnál lehet, hogy egy Secret Paladin érdekeset lett lenne, mert az első körben garantált, hogy az első körben szívhatsz a Secrettel, de egyéb iránt meg tök mindegy, mert utána jön akkor tényleg a Shielded Minibot Master for Battle Shredder. Igen, valaki nagyon kreatív, én ezt látom. Troglul. Még ha kiszedett olyanokat, akkor mint a Keeper of Uldaman, akkor ez még működhet. Wow! Oké. Nem rakom ki a totemet, mert van rá valamekkora esély, hogy van nála Solemnagel. Úristen! Mibe keveredtem? Oké. Nem teljesen értem, mire megy ki a játék, de nagyon izgalmas. Mi történik itt? Ujjaj! Én erre nem voltam lélekben felkészülve! Hé! Úristen! Oké. Leborul előtted a Standard Midrange Shaman 67 millió Legendary-vel. Jól van. Jól van. Legyen. Az a baj, hogy valami vicceset szeretnék ezzel csinálni, és ez nem olyan egyszerű. De nézzük már meg ezt a hülye priestet. Amit azzal lehet. Gondolkodom, hogyan tovább, miután ez összejött. Mi legyen a 4., 5., 6. kör. Négy mana, 5-5-ös jó lesz az. És akkor innentől kezdve igazából jöhet minden nagy millión. Néhány kivételtől eltekintve. Na jó, annyi hely van, mint a rosszabb. Plusz legyünk őszinték, ha ez a pakli nyer, úgyis elég korán fog diadalmaskodni.
Jó, nézzük, mit tehetünk. Felrobbantjuk-e valakinek a fejét? Én bízom benne, hogy igen. Kíváncsi vagyok Inorvéttel, mennyire lehetne itt bohóckodni. Mindenképp szeretnék megtartani egy sárkányt, egyébként tök mindegy, mi van nála. És levadászni Rand Blackhandet, ha megtehetjük. A hetedik körben lesz rá szansz, hogy azt kapjuk Dr. Boom helyen. Wow. Mondjuk szerintem ő most kellően be van szarva, ami jó. Mit csinálsz? Nem mondod komolyan. Nem mondod komolyan. Milyen jó, hogy van egy light spawnom. Ne kapjál semmi hatalmasat. Hát persze, hogy köfűn. Hát ahogy érzed, játék, figyelj. Hát figyelj. Ezt életben hagytad? Jó, ellenfelünk hülye, még van remény. Hát, még sincs. Jó. Instant Cthulhu az egy érdekes műfaj. Azt kell mondjam. Úgyhogy tegyünk egy újabb kísérletet. Érdekes, hogy ezt behúztam már most. De úgyis megkapom. Oké. Minden más játékmódon ez eléggé katasztrofális kezdőkéz lenne. Kíváncsi vagyok, egy Hunter mennyire van felkészülve az én. Kiváló. Kiváló stratégiámra. Előleg. Eaglehornból harmadik kör. Anyád! Undertaker Hunter! Ez még életben maradhat.
8-9. Azt hiszem, itt csak egy módon tudunk nyerni. És igazából egy 22-22-es arcon vágja az ellenfelünket, és nem jön egy Sludge Belcher, akkor jók vagyunk, de őszintén miért ne jönne Sludge Belcher? Váó, nem jött Sludge Belcher, de megkapta a tautot! Második Deadly Shot, és még be is húzta. Ja nem, hát a Deadly Shot az nem célozható, miről beszélünk. Szikritje is van. Segítség! Miért ekkora paraszt mindenki? Miért játszol normális paklit? Miért mondsz a májvédet? Jó, akkor is nyerni akarok. Inner Fire elmebeteg Priest-tel. Ennyi. Annyit tudunk csinálni, hogy igazából itt nagyon sok lapra nincs szükség, amit mi ide beraktunk. És néhány másolatot el tudok én fogadni. Pár lapokat nem, mert mi van, hogyha véletlen az Inner Fire helyett egy Power Shield-et húzok be, az elfogadhatatlan. De második Inner Fire-t meg ilyeneket be lehet rakni arra az esetre, hogyha kihúzzuk, mondjuk, amit mindjárt látni fogjátok, a második Deathlordot, amit mi szintén berakunk, meg a második Lightspawn-t, meg a második Power World Hentai-t. És egy kicsit talán szebb a világ. Egy icipicit. Meg egy random Bog Creeper, mert miért ne. Tényleg 6 manásra várjatok, 6 manásra berakom a Black Knight-ot, hát ha esetleg még egy ilyen hülye macival találkoznánk és eltávolítanánk, hát a Windfury Harpy-t inkább ne. Na, előre! Gyerünk! Rogue. Próbálom kitalálni, mit csinálhat. Itt az idő. Remélem nincs nála szep. Zombi csáó, ajaj. Kicsit aggódom. Ez mi lesz? Brenne. Izé. Milrog. Oké. Ez egy bátor ember. Nem kaphatnék plusz egy malát ajándékba. Ha nem tudja megölni, meghalt. Ezért úgy gondolom, ez egy jó választás volt. Ez egy Gengap, meg egy Szeb. Aha, oké. Ez hadsebzés, tehát ha lerakom újra, akkor életben marad. Csak a gond az, hogy nincsen hozzá második Inner Fire-öm. De igazából egy ilyet csinálhatunk attól még.
Csinálj már valamit, hülye! Miért van tanultott egy gyakorló elmebeteg? Oké. Értem én, hogy mill. Keltuzad, nagyon érdekes lesz. Ami vagy aki, csak idő kérdése. Illetve igazából könnyen lehet, hogy a light spawn megmarad. Ha én most lerakom. Az a baj, ezt a sludge belcsőt nem lehet könnyen eltávolítani. Jó. Red Blackhand nem túl izgalmas. Már erre jó lett volna. Vagy erre rárakodok egy Power of Tentacles-t. És leütjük ezt a szart. Ne bántsad a Deathlordot, légy szíves, annak nyernie kell. Vagy azzal kell nekem nyerni. Gratulálok az extra bugotodhoz, kedves kolléga. Nem tudom ez, hogy fog most kinézni. Igazából a bumbotokkal együtt könnyen lehet, hogy egyszerűen letakarít mindent. Ami eléggé elkeserítő lenne. Hát, tipikus bumbotok. Nagyon tipikus bumbotok. Gratulálok. Oké. Okay. Neked ilyened is van. Így már mindent értek. És meghaltam? 6 meg 14 az 20. Nem, az a baj, hogy nem tudom miben reménykedem ezen a ponton, úgyhogy... De igazából tudom mi a problémám. A problémám az, hogy light spawn van a paklimban. A minden szempontból sokkal kiválóbb Stormwind Knight helyett. Mert ha elveszítem a Deathlordot, ez egy jó B-terv. Előre! Diadalmaskodnunk kell.
Igazából ebben az, hogy megtarthatok egy Divine Spirit Inner Fire kombót. Mondjuk a Stormbreed Knight, te jó ég. Oké. Yes. Ne járjunk úgy, mint a múlt kar, instant kapu. De ez ott amúgy megvan az a haszna, hogy a Death Lordot visszahozza. Cthulhu's Chosen? Remélem, és nem a másik. Mert akkor a következő körben igazából van 32 sebzésem, ha nem üt bele, de miért ne ütne bele? Ó, neked nincs semmid? Jó, ne üss bele, ne üss bele, ne üss bele. Nem ütöttél bele. El sem tudom képzelni, miért nem ütött bele. De én ezzel az eredménnyel meg vagyok elégedve. Tökéletes. Csupán azt kellett, hogy az ellenfelemnél ne legyen 4 manás lap, holott garantáltan 24 manás lapot. És ne támadja meg a minionomat, amikor ezt simán megtehette volna, és eléggé egyértelmű volt, hogy mi a stratégiám. Csodálatos. Nézzük, mit kapunk a pakból. Ja, azóta is várok egy legendary-re. Iszonyat régóta. A várakozás tovább folytatódik. Cserébe kaptunk 2 rárt, ami az átlagosnál kicsit nagyobb. Innen folytatjuk legközelebb.